Új szolidaritási szerződést kell kötni a társadalommal, mert a kormány felrúgta azt, ezt mondja az Együtt PM Szövetség. Bajnai Gordon szerint az új szociálpolitikának két pillére van. Egyrészt az államnak kutya kötelessége segítenie azokat, akik önhibájukon kívül nem tudnak gondoskodni magukról. Ugyanakkor a támogatásban részesülőknek is mindent meg kell tenniük, hogy éljenek a nekik kínált lehetőséggel. A Fidesz szerint ez egy kétségbeesett figyelemelterelés arról, hogy Bajnai Gordon és Mesterházi Attila az MSZP elnöke egy 532 milliárd forintos megszorítást jelentett be a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. 3 éve a kormány felmondta a társadalmi szolidaritást, 3 millió embert hagyott az útszélén, mondta Bajnai Gordon, aki új szociálpolitikai javaslatokkal állt elő. Az Együtt PM Szövetség kormányra kerülése esetén támogatná a gyermeket nevelők munkavállalását és a kilábalást a mély szegénységből. Szakítanunk kell a jelenlegi filozófiával, amely bűnösként tekint mindenkire, aki önmagáról nem képes gondoskodni, de szakítanunk kell azzal a szemlélettel is, aki áldozatként tekint mindenkire, aki nehéz helyzetben van. Sem bűnös, sem áldozat, hanem együttműködő, törekvő, önmagáért felelős polgár. A Fidesz szerint a kisgyermekes családoknak elsősorban magasabb jövedelemre, nem pedig utalványokra van szüksége. A bukott baloldal a mai napig is sokkal nagyobbra és többre tartja a külföldi bankokat, a multinacionális cégeket, és inkább az ő kegyükben szeretne járni, mint hogy a magyar embereknek teljesítsen, és a magyar emberek életén segítsen. A szocialisták pozitívan fogadták Bajnai Gordon bejelentését. Mi egy óvoda és bölcsődefejlesztési programmal állunk a választók elé 2014-ben, amelynek eredményeképpen nem csak a gyermekek elhelyezése javulhat, hanem ezek beruházásokat, munkahelyeket is jelentenek, illetve a nők számára azt a szabadságot, hogy aki akar és tud, az visszamehet dolgozni, és a gyermeke pedig egyébként normális körülmények között tud nevelkedni. Vasárnap egyébként az Együtt PM társelnökének szervezete a Szolidaritás Mozgalom tüntetéssel ünnepli a 2 éves születésnapját. Az ATV.hu értesülései szerint a demonstráción ledönthetik Orbán Viktor szobrát is, de ezt híradón kérdésére Kónya Péter nem erősítette meg. Én a héten kint jártam a Clark Ádám téren, én ott nem láttam Orbán Viktor szobrot, és csak azt a szobrot lehet ledönteni, amiket már felállították. Az tény, hogy a vasárnap 15 órára meghirdetett tüntetésünknek a napja, az elnevezése a döntésnapja. További kommentát nem kívánok hozzáfűzni. Kónya Péter ugyanakkor a Klubrádiónak azt mondta, mozgalmuk mindig is ismert volt a radikális megnyilvánulásokról, és a vasárnapi demonstráció résztvevői sem fognak unatkozni.